Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: a vevők több mint 80%-a felújított ingatlant vásárol. Én írtam az ingatlanos álma könyveket, enyém a havi előfizetéses klub, kattints és legyél klubtag. Illetve február utolsó vasárnapján 10 órakor tartom a Kipukkad az ingatlan lufi 2022-ben című előadásom, úgyhogy gyere és beszélgessünk, ha más nem. És szerintem mondok sok olyan érdekes adatot, akár a múltból, amiből azért elég egyértelműen lehet következtetni a jövőre, és arra is, hogy mi mikor fog megtörténni. No, viszont a vevők több mint 80%-a igenis felújított ingatlant akar vásárolni, és ugye ez mi nekünk a lehetőségünk, úgymond befektetőknek a maradék 20%, ami olyan állapotban van, hogy hát én voltam egy ingatlanban, hogy az utolsó 2 évben kutyák laktak ott. Nagyon szuper családi ház volt, nagyon szuper volt az elrendezése, tehát igazából csak egy kis felújítás, hát finoman szóval egy kis felújítás kellett volna, és egyébként teljesen jó és piacképes ingatlan volt az az ingatlan. Viszont gondolj bele, mikor volt ott annyi kutyaszőr, és most a szagokat nem mondom, amiből még 2-3 kutyát össze lehetett volna rakni, tehát hogy amilyen állapotok voltak. És ugye egy átlag ingatlanos, aki ezt megnézi, mindegyik kiszaladt belőle, én viszont többször megnéztem. A végén egyébként nem sikerült megvennem, mert maga a tulajdonos is, hát mondjuk úgy, hogy gyámság alatt áll, és ez egy hivatal, tehát egy hivatallal nagyokat alkodni nem tudsz, hogy nekik volt egy elképzelésük, és ennyi. Nem volt egyébként önmagában rossz az elképzelésem, csak akkor nem volt egybe annyi pénzem, és hitelt akartam tőlük kérni, ami igazából, mint hivatal, meg szervezet, stb. Tehát ez ott nyilván ez nem működik úgy, ahogy én elképzeltem. Viszont ami a lényege, hogy az emberek, én ezt nagyon sokszor mondom a klubban is, hogy a kész megoldásokat szeretik. Tehát ezt gondolj arra, hogy ő csak meg akarja kapni a kulcsot, és be akar költözni az ingatlanba. Amennyiben még te egy homestager vagy, biztos, hogy tapasztalod azt is, mint nálam a klubtagok is, aki homestaginggel foglalkozik és tesz bele bútort, hogy sok esetben bútorral együtt veszik az ingatlant, de sok esetben a bútor egy részét veszi meg, lehet, hogy nem mindet, de egy jó részét megveszik. Tehát magyarul ennyi, hogy tényleg csak a kulcsot kérem, fú, tetszik a bútor, tök jó az elrendezés, na akkor én még azt is kérem. Oké, csak így kell gondolkodni. És nyilván én nem ezt az ingatlant keresem, mert ebben nekem nincsen profit. Tehát ugye a kérdés az, hogy amikor aláírom a szerződést, hol van a profit, hát az én ingatlanban nekem nincs konkrétan. Tehát ugye megvan egy keresési szempont nekem is, a klubtagjaimnak is, és azt szerint keressük, a 20% alatti részt kell nekünk megfogni, és ott kell egy értéket teremteni a maradék, vagy hát úgymond a többi 80% embernek, és higgyétek el, hogy megéri, és ezt a plusz felárat nagyon érdekes, mert sok esetben hajlandóak is megfizetni alku nélkül, vagy ténylegesen egy minimális alkuval, de neked természetesen értéket kell teremteni, ismerni kell a célpiacodat, tudod kell, hogy mi a vágya, mi a fájdalompontja, és te pontosan azt fogod neki adni. Jó, úgyhogy amennyiben ezt tudod, akkor szuper, hogy kész megoldásokat kedvelik az emberek. Én ezt 15 éve hallgattam Németországban egy előadáson, hogy kész megoldás, stb., és nem igazán fogtam, nem igazán értettem. Hát eltett ennyi idő, és akkor nagyjából már leesett. Jó, ennél egy picit azért előbb, de nem gondoltam volna én sem, hogy ilyen szinten. És én ugye tudjátok, hogy én üresen adom bérbe az ingatlanomat, üresen is árulom, stb. De akik homestaginggel foglalkoznak, ténylegesen a bútort is tudják itt cserélni, mert azt is sok esetben megveszik tőlük, úgyhogy nagyon jó ez egyébként látni, és azt is, hogy sok esetben ezek a vásárlók, ez a 80%-nyi emberki, aki a kész megoldást szereti, hogy felárat is hajlandó fizetni, csak hogy én a kulcsot kérem, és tényleg csak beteszem a ruháimat a szekrénybe, és hagyjanak békén, és akkor én már csak élem a kis életemet, vagy megyek dolgozni, meg az összes többi. Tehát nagyon érdekes egyébként ezt látni, tehát nekem ez, megmondom őszintén, ebben az utolsó 5 évben, hát nem is az, hogy újdonság, de egy teljesen más dimenziót nyitott meg ez a fajta gondolkodásmód, ezért is osztom meg veled, hogy kész megoldás. Tehát nem az, hogy mondjuk a konyhát nem fejezem be, vagy a fürdőt nem fejezem be, vagy csak ilyen félkészen eladom, vagy ilyen emelt szerkezetkész. Igen, ezt el lehet adni azoknak, akik ugye nyilván nagyon vannak hitelezve, és azt mondja, majd én megcsinálom, mert azt hiszi, hogy olcsóbb, egyébként neki sem lesz olcsóbb, tehát én ezeket is megéltem,
De ettől függetlenül, tehát nem, tehát annak, aki az én célcsoportom, és tényleg olyan emberek, akik a kulcsot kérik, nekik nem jó az, hogy valami félkész. És én azt mondom neked, amennyiben te ezzel foglalkozol, akkor törekedj arra, hogy végigvidd A-tól Z-ig, és tényleg csak a kulcsot kelljen átvenni a vevődnek, sokkal könnyebben találsz rá vevőt. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, és vasárnap utolsó, illetve február utolsó vasárnapján várlak szeretettel a Kipukkad az ingatlanlufi 2022-ben című előadásomon, és látni fogod a jeleket, hogy mire számíts 2022-ben. Szia!